estét kívánunk, ez itt a Színusz, és a mai vendégünk Ballajc Erika doktornő, aki belgyógyász és természetgyógyász egy személyben. És a témánk pedig az az epesav, az epesavval történő problémák egyáltalán, hogy mi az, hogy epesav, és mi az, amit tudnunk érdemes, vagy tudni kell róla. Doktornő, mi a szerepe az epesavnak a szervezetünkbe? Vágjunk akkor bele a mai témába, így hirtelen. Én egy kicsit komplexebben közelíteném meg az epének mi a szerepe, mert az epesav önmagában kevés, az epével együttműködik, de összességében az a feladata egyébként, hogy a zsíroknak a bontását segítse, mint egy mosogatószer, amikor rárakjuk az edényre, szétdispergálja, apró pici részecskékre osztja az olajokat, zsírokat, ugyanúgy az epesavak is, illetve az epe váladék elősegíti ezeknek a zsíroknak a bontását kicsi részekre, és a lipáz, azaz a zsírbontó enzimnek az aktiválásával elősegíti a zsíroknak, olajoknak a lebontását és a felszívódását. Akkor magyarul akkor lehet tudom, hogy az emésztés segítenék ők elő, tehát az a feladatuk, hogy az emésztésünket segítsék, abban van szerepük a zsírbontásban tulajdonképpen? Igen, a legfontosabb szerepük az, hogy az étellel elfogyasztott zsíradékok, olajok lebontását és felszívódását segítsék, és ezen keresztül egyébként még nagyon sok más anyagcsere folyamatot támogassanak. És akkor az epének a része az epesav, és az epe pedig akkor az epehólyagban termelődik, vagy oda raktározódik? Igen, tehát az epehólyag az egy raktár. A termelődés az a májban történik. A kis epekapillárisokon keresztül a májból egy epevezetőn keresztül az epehólyagba vezetődik el az epe, folyamatosan ott raktározódik, egy kicsit koncentrálódik, és amikor valamit megeszünk, amiben különösen sok vagy több olaj és zsír van, akkor bizonyos hormonszerű anyagok és különböző reflexek már önmagában a rágás vagy az ételnek a szánkba kerülésekor megindítják a fokozottabb epekiválasztást, és az epehólyagot kontrakcióra, összehúzódásra ösztökélik, és elősegítik az epének a patkóbélbe való ürítését, hogy mire az étel a gyomorból, vagy a már gyomorba levő étel lejjebb a patkóbélbe kerül, addigra megfelelő mennyiségben legyen ott epe, és ez elő tudja segíteni a zsírok bontását, és teljes apró pici részecskékre való emésztését. Akkor tulajdonképpen ez már igaz akkor, amikor ez egy régi mondat, de akkor van valóság alapja, hogy nagyon fontos akkor a szájban történő rágás, tehát a fogakkal történő rágás, mert a rágással már elő tudjuk készíteni a további a felszívódási folyamatokat. Alapvetően ott már akkor elindulnak ezek a dolgok. Igen, azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy a jól megrágott étel az félig megemésztett étel, hiszen amit nem rágunk meg rendesen, annak csak a felületéhez tudnak hozzáférni az emésztő enzimek. A belseje az erjedésnek és rothadásnak indul, mert az enzimek nem tudnak egészen mélyen a falatba behatolni, és akkor emiatt, akkor is, ha elegendő epe termelődik, vagy ne adj Isten, egyéb más enzimből is elegendő jelen van, mégiscsak felpuffadunk. Tehát a habzsoló, kapkodó étkezésnek és a kevésbé alapos rágásnak ez egy egyenes következménye, hogy nagyon felpuffadunk, és hasi fájdalmak alakulnak ki, majd egy idő után a sok puffadás, erjedés, rothadás során keletkező anyagcseretermékek a bélfalat elkezdik irritálni, a baktériumflórát károsítják, és akkor már beindul egy önmagát felerősítő és fenntartó kör, ahol teljesen össze tud omlani az emésztés. Egy ilyen elemi, apró, pici dolog miatt, hogy nem rágunk rendesen. Hát akkor fogainkra szükség van, és akkor rágjunk alaposan. Van ennek valami száma, mert mintha emlékeznénk rá, hogy bizonyos darabszámot kell rágni, hogy jó legyen, de ez, tehát kellő komossággal kell ezt vennünk, hogy mindenképpen az, hogy akkor pépesen nyeljük le az ételt, arra törekedjünk inkább. Azt szokták mondani, hogy 30-40-szer érdemes megrágni egy falatot. Ez persze attól is függ, hogy kinek mennyire aktív a nyál termelődése, hogyha kevésbé aktív, akkor inkább többször, hogyha elegendő nyál termelődik, mert elegendő mennyiségű folyadékot ittunk az étkezések közötti időszakban, akkor lehet, hogy kevesebb is elég, meg persze a fogazat állagától is függ, mert akinek rossz a foga, annak többször kell rágni. Tehát azt szoktam mondani, hogy nem feltétlen számolgatni kell, hanem arra kell törekedni, hogy egy ilyen híg, tejbedaraszerű pép legyen az, amit mikor a szánkból lekerül a nyelőcsőkbe, lenyelünk, igen. Értettem, ez egy nagyon fontos információ.